Pince Tibor vagyok. Paks az én városom. 75-ben születtem Pécsett, és a szüleim munkája véget itt kaptak lehetőséget dolgozni. Édesanyám szemész főorvos volt a helyi STK-ba, és tulajdonképpen az óvodás éveimet már Pakson töltöttem, bár hétvégéken még a nagyszülőkhöz lejártunk. Az első osztályt azt még a jelenleg katolikus iskolába kezdtem a Kossuth Lajos utcában. A másodiktól negyedikig ide jártam az Árdába, és a felső osztályt pedig akkor még az úgynevezett piros iskolába folytattam 8. osztályig. Felsőbe Takács Miklós tanárúrral csináltak egy helytörténeti szakkört, amivel maga a helyi kultúrát kezdtük felkutatni, még a régi Táncsics Mihály utcában, a családi házakban padlásokat, udvarokat kutattunk át, mindenféle régi hagyományos eszközökért, és meghívást kaptunk a Pécsi Egyetem régészeitől, hogy a Lusszóneumban segítsünk nekik az ásatásnál, amikor is pont akkor találtak meg valami sisakot, ami jelen pillanatban a múzeumban van. A Lusszóneumban az ásatáskor akkor az egyetemisták adtak nekünk még akkor 20 forint értékűt, amit mi itt bent a Jolika néni cukrászdájában hárman el tudtunk fagyizni. József Attila utcában laktunk, akkor ott még ilyen kisegítő iskola működött, aminek az udvarán tudtunk fotballozni. Amikor ott nem volt lehetőség fotballozni, akkor pedig lejöttünk ide az Árdának a betonos focipályájára. Nagy élmény volt annak idején a Madarak és Fák napja itt a Vezerédi Általános iskolában, ahol évfolyamok együtt csoportosan kisétáltunk a Csányi kertbe, és ott a szabadon kutathattuk föl a természetet, illetve mindenféle játékos foglalkozások voltak. Zsákban futás, egyéb. Gimnáziumot a Vakbottyán gimnáziumban végeztem el, és utána pedig a Szekszárdi Gábor Dénes Műszaki Informatika Főiskolát végeztem. Ismét visszakevültem Paksra, így van, a ESZI-ben voltam informatikai szakoktató, illetve a Paksi Városi Könyvtárban Uta István úr szervezésében indultak felnőtt képzések, aminek az oktatója voltam. Ebben a városban én úgy érzem, hogy egy élhető kisváros, amit tehát nem a nyüzsgéséről híres, viszont a közbiztonság úgy érzem, hogy az elég jó. A Duna az sokban szerepet játszik a város életében. Szerintem jó lenne egy szép Dunapartot kialakítani a városban, hogy a helyiek, illetve a turisták ezt ki tudják használni.